szavazatai alapján a Pécs ellen szerzett gólod lett az ősz találata. Te hogyan emlékszel vissza erre a gólra? Azt mondtad akkor nekünk a mérkőzés után, hogy eddig életed legszebb gólja. Igen, ez így volt. Nagyon szépen köszönöm a szurkolóknak a szavazatát. Kicsit meg is lepődtem volna, ha nem végzek az elsők között. Sajnos a harmadik félidőben nem választották be a top 5-be. Ez kicsit hiányérzetet keltett bennem, de túltettem magam rajta. Hogy emlékszem vissza, a TM-től kaptam egy labdát a bal szélre, jobb külsővel átvettem magam elé, toltam rajta még 2-3-at befelé hozva, és talán a második-harmadik ütemre lőttem ki a hosszú felső sarkot, és hát utána felhőtlen volt az öröm. A tavalyi szezont elég sok sérülés hátráltatta. A pályafutásod során elég sokat voltál beteg, törések, húzódások, egyebek. Most hogy telt a tél, és milyen állapotban vagy? Hát ugye úgy mentem el szünetre, hogy az utolsó fordulóban nem játszottam, volt egy kis tér problémám. A belső oldalszalagom volt meghúzódva egy kicsit, pihentem a szünetben, aztán egészségesen tértem vissza. Ez most már a harmadik hét vége, és mondhatom, hogy még mindig egészségesen, remélem ez így is marad. És hát az utóbbi két év az valóban nem telt úgy, ahogy szerettem volna. Sok sérülése volt tarkítva, úgymond ez a pályafutásom ez idei szakasza. De remélem, hogy ennek vége, és innentől kezdve csak a jóra és szépre szeretnék koncentrálni. Meghirdetjük tavasszal is a szezon gólját. Indulsz-e? Ha megkapom a játék lehetőséget, akkor mindenképpen.